Tisztelt hallgatóság, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Szabados Márta vagyok, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár eltámogatási főosztályán dolgozom, mint orvos szakmai elemző. Az előadásom címe a szakértői véleményezés, a méltányossági kérelmek elbírálása és a felhasználás módja monitorozásának gyakorlata. Előadásom során egy kérdésre szeretnék az idő rövidsége ellenére minél teljes körű válaszokkal szolgálni. Ez a kérdés így hangzik, hogy az egyedi méltányosság rendszere hogyan segíti a ritka betegségben szenvedők terápiához jutását. Az előadásom stációi láthatóak, kezdeném a magyar társadalombiztosítási támogatás rendszer fő jellemzőivel, majd vázolnám az egészségügyi alap divízióit, kiemelve a gyógyszerek méltányossági alapú áltámogatását, majd rátérnék az egyedi támogatás szerepére a ritka betegségek kezelésében, és konklúzióként pedig vázolnám a pozitívumokat és a felvetődő problémákat. A társadalombiztosítás a társadalom közös szolidaritási elvek alapján működő kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere, amelyre vonatkozó jogszabályok és jogalkotó szervek hierarchikus felépítésűek, mint ezt az ábra is mutatja. Egyik divíziója az egészségbiztosítási alap, amelyet létrehozó és meghatározó szerve az egészségügyért, valamint az államháztartásért és költségvetési politikáit felelős minisztérium, azaz a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium. A gazdálkodó szervezetet pedig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Költségvetésről szóló törvényben meghatározott költségvetési kerettel bír, természetben és pénzbeni ellátások finanszírozására szolgál. Következő ábrám, vázolnám az egészségbiztosítási alap 2011-es tételeit, számszerűsíthetően. Itt felhívnám a figyelmet, hogy megkülönböztetünk két csoportot, a finanszírozás és az úgynevezett áttámogatás csoportját. A finanszírozás csoportban tartozik a fekvőbetegellátás, járóbetegellátás és alapellátás. Az áttámogatás csoportban pedig legalul, a piramis legalján látható a hétköznapi értelemben vett gyógyszeráttámogatás, amely, tehát amikor egy beteg bemegy gyógyszertárba, vényalapú készítményt vált ki, akkor ő nem a készítményten a bruttó, teljes bruttó fogyasztói árat fizeti, hanem az ártámogatotti árát a készítménynek, és ez az úgynevezett hétköznapi értelemben vett gyógyszerártámogatás. És ami nekünk a legfontosabb ezen a napsorán, az egyedi méltányosság divíziója, amely 2011-ben 5 milliárd, pontosabban 5,1 milliárd forint meghatározott keret összeggel bír. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogállását és szervezeti felépítését ismertetném röviden. Az OEP egy központi hivatal, amely egy gazdálkodó költségvetési szerv, az egészségbiztosításért felelős miniszter irányítása alá tartozik, feladata sok egyéb között az egyedi engedélyezés, illetve méltányossági eljárások lefolytatása, és mint finanszírozó szerv, igazából jogszabályok alapján az ártámogatás indokoltságát hivatott megvizsgálni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ártámogatási főosztályán belül az egyedi támogatások osztály hivatott az egyedi méltányossági kérelmek elbírálására. És akkor mi is ez az egyedi méltányosság? Az egyedi méltányosság nem egy támogatási rendszer elem, mint például a fekvőbetegellátás keretében vagy járóbetegellátás keretében finanszírozott tétele, hanem egy különálló, rendhagyó támogatási mód.
amelynek forrása költségvetési keretekben, keretek között meghatározott, eljáró szerv, első fokon pedig az OEP. Ebből a keretből finanszírozható társadalombiztosítási, azaz TB támogatással nem rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve tápszer, valamint már támogatott gyógyászati segédeszköz javítási díjához méltányossági alapján nyújtható támogatás, és off-label use, azaz indikáción túli gyógyszerrendel is finanszírozható ebből a keretből. Erre az utolsó tételre még a későbbiek során kitérni. Mik a kizáró kritériumai az egyedi méltányosságra? Ez a támogatási forma nem vonatkozhat olyan gyógyszerre vagy gyógyászati segédeszközre, amelyet illetően a támogatásba való befogadás a méltányosági kérelem benyújtását megelőző 5 évben volt kérelmezett, és az OEP erre a kérelemre elutasító határozatot hozott, kivéve abban az esetben, hogyha ez az elutasítás, ez költségvetési fedezet hiányán alakult. A támogatási forma nem vonatkozhat Magyarországon az adott indikációra forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszere, melyel azonos hatóanyagtartalmú készítményekkel méltányossági alapján kezelt betegek száma a kérelem benyújtását megelőző 12 évben elérte az 50 főt. Kivéve akkor azon gyógyszereket, amelyek elbírálása, TB támogatásba való bekerülésre irányuló elbírálása jelenleg folyamatban van. Ez későbbiekben még ilyen fontos lesz számunkra, úgyhogy kiemelni ezt a kritériumot, mint úgynevezett 50 fős betegkorlátot. Az egyedi méltányosság nem vonatkozhat támogatott körből kizárt készítményre, és utólagos kifizetésként sem nyilvánulhat meg. Az ártámogatás megítélésének általános feltételei: a támogatotti körben nem lévő gyógyszerről legyen szó, és amennyiben a biztosított, támogatott gyógyszerrel megfelelő eredményessége nem kezelhető, nem gyógyítható, nem látható el, illetve nem rehabilitálható. Az egyedi méltányossági alapú ártámogatás természetbeni ellátás, előzetes elbíráláshoz kötött és vényalapú elszámoláson alapul. A következő diát csak jelzésértékképpen mutatnám meg. Ez a dia vázolja az ártámogatási kirelmének tartalmát. Az idő rövidségére tekintette, most nem hoztam az időt, de az előadásom anyaga részt megtalálható. Nos, miután egy kérelmező beadott egyedi méltányossági kérelmet, milyen aspektusok mentén jár el az OEP? Az OEP elsőként formai követelményeket ellenőriz, jogszabály alapján pedig lehetősége van szakértői vizsgálatot kérni, de ez opcionális, nem kötelezettsége az egészségbiztosítónak. Ez a szakértői véleményezés, ez történhet az OEP-el szerződésben álló szakértő által, általában a nagyobb disziplinák területeinek szakértőivel köt az OEP szerződést. A kisebb, specializáltabb terápiás területeket illetően pedig, mint például a ritka betegségek esetében is, egy adott terápiás területen jártas elismert szaktekintélyt kérünk fel a véleményezésre. A ritka betegségek esetében koordinátoroknak nevezzük e szaktekintélyeket. Önkéntes alapon szerveződött szakértői bizottságot is megkérdezhetünk, valamint az eltámogatási főosztályú orvos szakmai csoportjával is véleményeztetjük a kérelmeket. Amennyiben egy adott kérelem nem orvos szakmai vonatkozású irányelvek alapján utasítható el, ebben az esetben jogszabályilag nem kell szakmailag véleményeztetnünk a kérelmet. A következő két táblázat szemlélteti azt, hogy az ellenőrzés során tajszámra vonatkozóan mely kritériumokat ellenőriz az OEP, valamint vélemények kialakítása során mit vizsgál. Vizsgálja a szakmai megalapozottságot, területileg illetékes hivatala által helyszíni ellenőrzést is kérhet, latolgatja a várható eredményességet, hatásosságot, a komparátor technológiákat, költséghatékonyságot, várható egészségnyerességet.
kalkulálhatja a várható betegszámot és annak költségvetési hatását, illetve figyelemmel vagyunk a kérelmezett, hogy törvényes képviselője jövedelmére is. Az előző két tábla analógiájára készítettem ezt a másik két táblát is, amely az elutasítás lehetséges okait vázolja, adatlekérdezés alapján, illetve egyéb okok miatt. Nos, a döntéshozatal során, mely lényegi aspektusok játszanak szerepet, így a beteg kortörténete, a betegség súlyossága, az orvos szakmai indokoltság, a készítmény költsége és költséghatékonysága, a várható egészségnyereség, a kórkép előfordulási gyakorisága, a biztosított jövedelmi helyzete, illetve amennyiben született, akkor szakértői vélemény, mindezek vezetnek ahhoz, hogy az OR hoz egy döntést. Hogyha az adott kérelemre pozitív elbírálást született, akkor az OR monitorol az elkövetkezendőkben, monitor az egyedi esetre vonatkoztatva, valamint a nagy támogatás kérelmest eredményező készítmények esetén időszakonként teljes felülvizsgálatot tart a betegsége jellemző objektív klinikai paraméterek alapján. Egyedi esetekre vonatkoztatva az OEP áltámogatási főosztálya egyedi nyilvántartó programot vezet. Általánosságban egy évre szól a méltányossági kérelmet engedélye, így évente az OEP értékeli az egyes betegek állapotát az engedélyezett terápia függvényében. Minden esetben egyénenként azt is figyelemmel kísérjük, hogy megtörtént-e az engedélyezett mennyiség kiváltása. Ha ez nem történt meg, akkor jelzünk a kezelő orvos felé. A hosszabbításhoz szintén kezelő szakorvosi véleményezés szükséges, amely alátámasztja a terápia hatásosságát és folytatásának szakmai indokoltságát. Azt is vizsgáljuk, hogy az adott kérelmezett gyógyszer kapcsán jelente meg a gyógyszerpalettán generikus készítmény. Egy rendhagyó osztályozás az OPTI-ből készítmények, más néven indikáción túli készítményekről szólnék. Mit is nevezünk indikáción túli készítményeknek? Fogalomba hozatali engedélyben jóváhagyott alkalmazás előírásban nem szereplő javallatokban történő gyógyszerrendelést, illetve gyógyszeralkalmazást nevezünk off-label use, más néven indikáción túli gyógyszer alkalmazásának. A jogszabályok esetén az alábbi esetekben lehet rendelni, illetve alkalmazni off-label készítményt. Abban az esetben, hogyha az adott beteg kezelése más forgalomban lévő gyógyszer alkalmazási előírása szerint nem lehetséges vagy eredménytelen, és reális esély van arra, hogy a kezelés sikerességét, a beteg állapotának javulását vagy stabilizálását eredményezi az off-label use. Valamint az adott gyógyszer Magyarországon vagy más országban forgalomhozatai engedélye rendelkezik, akkor a kezelő szakorvosnak szükséges az országos gyógyszerészeti szakigazgatási szervtől, azaz az országos gyógyszerészeti intézettől az adott betegre nézve engedélyt kérni, és amennyiben azt az OGYI egyedileg engedélyezte, akkor sor kerülhet off-label use-ra. Egy megjegyzést tennék, amennyiben az adott indikáció szóban forgó gyógyszer alkalmazási előírásában feltüntetve ellenjavat, abban az esetben viszont nem lehet indikáción túli alkalmazást kérni. Az off-label készítményeket is monitorozza az OEP hasonlóan a nem off-label készítményekhez. Nézzük betegszámot, költségvetési hatást, az adott kórképre beérkező összes kérelem kapcsán hatékonyságot, és folyamatosan vizsgáljuk azt is, hogy jelente meg generikus készítmény, ugyanis itt azért különleges fontossággal bírt, hogy jelente meg generikus készítmény, mert ebben az esetben az OGYI-val ismételt engedélyeztetés szükséges, mivel
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet engedélye konkrét készítményre vonatkozik, és nem hatóanyagra. Hogyha a készítmény pedig Magyarországon forgalomban van, akkor annak a társadalom biztosítás során megállapított ára képezi az egyedi támogatás alapján is. És akkor mi is az egyedi támogatás szerepe a ritka betegségek kezelésében? A ritka betegség definíciójában kiindulva, ritka betegségről akkor beszélünk, hogyha nem több, mint 5 eset számban fordul elő 10 000 lakossal levetítve. A ritka betegségek kezelésére szolgálnak az úgynevezett Tehát a ritka betegségek kezelésre szolgálnak az úgynevezett orphan drugok, és ezen kívül megkülönböztetett az úgynevezett ultra-orphan kifejezés, amely az 1/50 000 főnél kisebb prevalenciájú rendkívül ritka betegségek terápiás lehetőséget képező készítményeket tömöríti. Mind az orphan drugok, mind pedig az ultra orphan drugok nagy része nincs a támogatotti körben, és nem, hogy nincs a támogatotti körben, hanem nemzeti törzsdömmel sem rendelkezik, Magyarországon nincs forgalomban, tehát import készítmény. Ebben az esetben viszont az egyetlen és jelenleg kizárólagos társadalombiztosítási támogatási forma a ritka betegek kezelését, illetően az egyedi támogatási mód. A ritka betegségek definíciója alapján, amikor előadásom elején felhívtam a figyelmet erre az úgynevezett 50 fő betegkorlátra, akkor ezért tettem. Ez a betegkorlát ugyanis a ritka betegségek kezelését hivatott preferálni, valamint az a kivétel, amely készítmények esetében ez a korlátozás nem vonatkozik, ez az külföldről behozatott import gyógyszerek esetén ez a korlátozás nem érvényes, tehát ez a kivétel ez pozitív diszkriminációban részesíti a ritka betegségben szenvedőket. Ezen az ábrán látható az orfán és ultra-orfán drogok részesedése a méltányossági alapú ártámogatásból 2010-ben. A gyógyszerkassza 42%-át tette ki az ultra-orfán drogok finanszírozási tétele, csak nem annyit, mint egyéb gyógyszerek, és 16%-át pedig az orfán drogok tétele. Ebben a táblázatban pedig szemléltetném az ultra-orphan drugok támogatását az egyedi méltányosság keretében 2010-ben. Indulni balról jobbra, baloldalt látható maga a készítmény megnevezése, az össz egyedi támogatás összbetegszámot, illetően maga az indikáció, és a jobboldali osztok pedig a 2010-re egyfőre vonatkoztatott ártámogatást mutatja, a helyi értékek önmagukért beszélnek. Egy konkrét példán szemléltetném az egyedi támogatás szerepét a ritka betegségek kezelésében. Ez a példa a Wilson-kor lenne. A Wilson-kor egy autoszomális recesszív módon öröklődő betegség, amelynek lényege a rézanyagcsere zavara, amelynek következtében a réz nem tud kiürülni a szervezetből, és citotoxikus anyagként a szervezet sejtjeit pusztítja, legfőképpen a májsejteket, de az idegsejteket is. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet 2003. december 31-én törölte a nyilvántartásából az úgynevezett bianodin kapszulát, amely hazánkban az egyetlen elérhető kezelési mód volt a Wilson-kóros betegek számára. Jelenleg 3 készítményről tudunk, amely terápiaként szolgálhat a Wilson-kórosok számára. Mind a 3 külföldről beszerezhető. 2010-ben ez a finanszírozási tétel összesen 56 millió forintot tett ki, közel 150 kezelt betegre. Említeném még
szűrővizsgálatok során diagnosztizált ritka betegségek kezelését is. A jogszabály írja elő, hogy kötelező életkorhoz kötött szűrővizsgálatok során kutassunk bizonyos betegségek után, így például a fenilketonúria, galaktozémia, biotinidáz, enzimdefektus után, és ezen betegségek kezeléséhez szükséges készítmények támogatása majdhogy nem kizárólag egyedi méltányosság útján történik, ugyanis a készítmények többsége nincsen hazai forgalomban, import készítmény. 2010-es évi támogatásuk pedig következőképpen alakult, ahogy ez a táblázat szemlélteti, az össz betegszám és az össz támogatási tételek formájában. És most megmutatnám önöknek a 10 legmagasabb áru készítmény, amely egyedi méltányosság keretében támogatott, volt 2010-ben egy betegre, a 2010-es évre vonatkoztatva. Látható, hogy az első 5 indikáció ritka betegség, és az első 5 legmagasabb áru készítmény pedig orfándrág. És diagramban pedig ugyanezt a táblázatot szemléltetném. És akkor viszonyításképpen az előadásom legelején a piramis legalján mutattam önöknek a hétköznapi értelemben vett gyógyszerártámogatást. Ebből a gyógyszerkasszából pedig az egyes terápiás területek évenkénti átlagos finanszírozása egy betegre vonatkoztatva az alábbiakban történik. Vettem 4 terápiás területet, és a jobb oldali oszlopban egy átlagos támogatást számoltam egy betegre vonatkoztatva. Látható, hogy igen nagy a szórás, ezért feltöntettem a legolcsóbb terápiát és a legköltségesebb terápiát is, és itt is összevethetőek a finanszírozási tételek helyi értékei az előbbi táblázatokkal. És akkor összefoglalvám, melyek is a pozitívumok a ritka betegségek kezelését illetően. A ritka betegségben szenvedők számára bizonyos esetekben az egyetlen és jelenleg kizárólagos társadalombiztosítási támogatási forma az egyedi támogatási mód. Ezen esetek akkor állnak fönt, hogyha az adott készítmény Magyarországon nincs forgalomban, import készítmény. A jogszabályban előírt úgynevezett 50 fős betegkorlát a ritka betegségek kezelését preferálja. Ez a betegkorlát, ezen korlátozás alá nem esnek a külföldről behozatott import gyógyszerek, tehát ezen kivétel által pozitív diszkriminációban részesülnek a ritka betegségben szenvedők. És jelenleg az egyedi méltányosság kasszája nyújt egyetlen lehetőséget olyan gyógyszerre vonatkozó ártámogatáshoz, amely gyógyszer jelenleg a befogadás előtt áll, vagy kizárólag külföldről beszerezhető import készítmény. Igyekeztem szemléltetni a felvetődő problémákat is. A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi azt, hogy egyik napról a másikra ellátatlanná váljon ritka betegkör, mint ahogy ezt példáztam a Wilson-kór kezelését is illetően. Így felmerül hatósági szabályozás kérdése a gyógyszerészeti szakigazgatási szervet az OGYI-t érintően. A kötelező szűrések tekintetében jogszabály írja elő a kötelező szűrések során diagnosztizált kórképek felfedezését, de magára pozitív diagnózis esetén a kezelésre szolgáló gyógyszerek elérhetőségére és társadalmi, nem úgy elérhetőségére, hanem a társadalmi támogatására sincsen garancia, és talán érdemes lenne ezt is jogszabályilag garantálni. Az utolsó dián pedig feltüntettem a jogforrásaimat, hogy utánkövethetőek legyenek az általam elmondott információk, és köszönöm a megtisztelő figyelmet. Nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon világos prezentációt a témáról. Kinek van kérdése, megjegyzése? Ugye ez egy nehéz, kényes terület. Tudom,
reagálni szeretnék, meg nagyon élveztem, és nagyon sok, valóban nagyon jó ezt az oldalt, ezt a szempontot is meghallgatni. Éppen a Wilson-kor kapcsán merül föl bennem, hogy a Wilson, vagy más olyan genetikai betegségnél, ahol végül is definitív állapot van, ott szükséges valóban évente ez a újra elküldeni a papírokat, felülvizsgálni, tehát hogy nem lehetne itt esetleg egy kicsit nyilván figyelni kell, hogy megjelent esetleg generikum, olcsóbb készítmény, stb., hogy esetleg valami racionalitásabb megoldást, vagy racionálisabbat, vagy ritkítani ezeket, vagy egyszerűsíteni, ahol végül is ismert, genetikailag bizonyított eltérés van. Egy Wilson-kóros nem fog meggyógyulni, vagy egy Willebrand beteg, akinek ugye esetleg az a vérzékenysége. Tehát erre ezért vonik, és esetleg ilyenbe gondolkodnak-e? Köszönöm a kérdést. Egyrészt nem mi vagyunk kizárólagosan hibások abban, hogy évente felülvizsgáljuk a kérelmeket, ugyanis az Országos Gyógyszerészeti Intézet maga általánosságban, főként az importkészítmények esetében 12 hónapra adja meg az engedélyt. Egyrészt, másrészt pedig sajnálatos módon olyan is előfordul, hogy az OEP engedélyezi az adott évre vonatkozóan a készítmény felhasználását adott mennyiségben, és ez nem történik meg. A beteg nem megy el, és nem váltja ki a receptjét. Akkor viszont miért kalkuláljunk egy olyan nem kevés, mint ahogy vázoltam, nem kevés összeggel az összkasszát tekintve? Köszönöm a kérdést. Igen, professzor. Az egész anyagot megkaphatnám. Én annak idején... elküldtem a Riros számára, úgy gondolom, hogy a honlapjukon elérhető lesz, de ha nem, szerintem bár, személyes meg... elküldenék. Én tudnék, úgy mint kollégiumi elnök, ezt több alkalommal összeállítottam azt a 250 gyógyszert, amit gyermekgyógyászatban ebbe a kategóriába tartozik. Na most ezek között leukémia kezeléshez szükséges nagyon régóta használt citrosztatikumoktól kezdve sok minden van. Tehát ez egy eléggé tarthatatlan állapot. Azon kívül, hát ugye folyamatosan megy ez az önbecsapás, hogy mindig írjuk ezeket a dolgokat. Hát úgy is tudjuk, hogy a leukémiának az a gyógyszer, azon nincs mit variálni. Vagy például egy takajasi arteritiszes betegem, aminek az a lényege, hogy az aortája folyamatosan szűkül. És akkor vártam rá 4 hónapot, hogy kapjak engedélyt. Hát azt hittem, hogy infarktus kapok, hogy mi lesz ezzel a gyerekkel. Tehát, és még a tehát ugye van, hát én értem azt, hogy kell egy OGI engedély, meg kell egy OEP engedély. Na most nemhogy egy év, ennek a takajasusnak 4 havonta kell nekem engedélyért folyamodni, hogy hát ha már meggyógyul. Hát nem fog. Sajnos nem. Tehát már ott ilyen stentekkel tágítjuk ezt a 10 éves gyereknek az aortáját. Tehát én azt gondolom, hogy ez most egy nyitás, amit most itt hallok öntől. Ezt egyfelől nyilván jó az embernek tisztában lenni, hogy egész pontosan mi is a helyzet. És én nem bánnám, hogyha mondjuk ezt megkapnánk. Mondhatnám úgy is, hogy én a Szegedi Egyetem gyógyszerterápiás centrum elnök helyetteseként kérem ezt. Tehát ott aztán elég sok klinika van képviselve. És biztos, hogy én partner lennék sok mindenbe, tehát ha ezt elősegítenék, mert nem kellene fölöslegesen várni ilyen-olyan pótszakértői véleményekre, mert ha valaki ezzel foglalkozik, hát hogy tudja ezt valaki fölülbírálni, hogy nem azt kell adni, hanem más kell adni. Tehát nyilván a beteg az a szent, azon kell segíteni, tehát mindenképpen, akik itt vannak, ez a céljuk. Tehát ebbe kéne nagyon nagy mértékben összefognunk, és valamiképpen egyszerűsíteni ezt. Pont a Kuvánnal, annak az elődjével volt egy nagyon drámai eset, amikor az OGI-nak a főigazgatója nem adta meg az engedélyt. Egyik napról a másikra annak a 24 gyereknek, aki kettőnk között oszlik meg, és a végén én annyira kibuktam, hogy megmondom, hogy én azt mondom, ez egy tömeggyilkosság, hogy ezek a betegek holnaptól nem kapnak gyógyszert. Aztán nagyon körülményesen végül is ilyen izével föl lehetett írni. Szerencsére a Kubán most már van. Tehát ez egy nagyon nagy dolog. Tehát ezek olyan dolgok, amiben inkább szerintem össze kéne fognunk, és mindent megtenni azért,
és biztos, hogy nem kell nagyon sok ember. Tehát ezért jó voltak a kollégiumok, hogy ott van 15 vagy 12 vagy akárhány ember, akik körül tudják járni azt a kérdést nagyon gyorsan, hogy ez a betegség ezt a gyógyszert igényli, vagy nem. És akkor ez maguknak is egyszerűbb lenne, pláne a beteg. Igen, köszönöm szépen, csak egy megjegyzéssel szeretnék reflektálni. Tehát nekünk jogszabályi kötelezettségünk van, minket jogszabályok kötnek ahhoz, hogy hogyan kell egy egyedi méltányossági kérelmet lefolytatni. Ez az egyik, amiért megjegyeznék, másrészt pedig nem vagyunk egyedül ebben az engedélyezési procedúrában, mint mondtam, itt van az OGYI is példakép említve. Köszönöm. Én nagyon szépen köszönöm, egy fontos megjegyzés, és ez, én is azt hiszem, ez a nagyon-nagyon kényes pont, most a jogszabálygyár, az mi vagyunk valamelyik minisztérium, több mindenféle minisztérium, úgyhogy azért minden esetre az, hogy ez itt egy ilyen betegellátás biztonságosabban szolgáló rendszer legyen, abban mi partnerek vagyunk, és én úgy látom, hogy az OEP is úgy szintén odaadom a tanárnak. Én csak azt mondom, nagyon gratulálok, nagyon érdekes. Ezzel az előadással az OEP megszólíthatóvá vált. Köszönöm és szépen. Ennek nagyon örülök. Az OGYI megszólítható volt eddig is. Nem volt gondunk. Az OEP-ben nem. Ezek az adatok borzasztó fontosak, amiket mondott, és nagyon örülünk, hogy tudjuk, mert ezeket nem tudtuk eddig. Így van. Én most a pesti oldalról beszélek, de közös gondunk. Jó. Köszönöm szépen. Igen. Tessék. Ja, kérdés. Orvosi mint gyakorlóorvos, hadd gratuláljak, nagyon sok hasznos információt szolgált, és itt szeretnénk még a stratégiák, tervek iránt érdeklődni egy aktuális probléma kapcsán, hogy a betegek, ritka betegségmérő betegek egyenlőtlen ellátási hozzáférésével kapcsolatban egy aktuális probléma kapcsán. Itt a teremben is ülnek olyan szülők, akiknek a gyermeke pont egy olyan betegséggel lett diagnosztizálva, ahol a legdrágább, mint láttuk, a legdrágább ultra-orphan drug kezelést kellene, hogy kapják. Mi a tervük, stratégiájuk arra vonatkozóan, 2 héttel ezelőtt a frissen diagnosztizált MPS2-es betegek a terápiára vonatkozóan elutasítást kaptak az egyedi méltányossági kérelemben. Ugyanakkor az országban több MPS2-es gyermek, aki eddig is kezelés alatt állt, a kezelés meghosszabbítását kapta, hogy a feszültségoldásban mi a tervük, a stratégiájuk. Nagyon szépen köszönjük, ha reflektál erre. Most köszönöm a kérdést. Annyit tudok önnek mondani, tehát én úgy gondolom, hogy nem tisztem nekem most állást foglalni az ügyben. A döntési mechanizmus folyamatban van, és ez egy nagyon nehéz probléma, tehát most egy ország gazdasági teherbíró képességének függvényében megállapítani azokat az egészségpolitikai, illetve orvosszakmai kritériumokat, amelyek alapján meg lehet határozni azt, hogy mi az, ami orvosszakmailag lehetséges, de még gazdaságilag elbírható, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. És a ritka betegségek esetében ez a problémarendszer personalizálódik. Nem, most sajnálatos módon én nem vagyok kompetens az önök problémáiban így konkrétan állást foglalni. Ennyit tudom mondani. A kérdés terhét nem szeretnénk önre tenni. Nagyon szépen köszönöm. A kérdés fontos, és mindannyian tudjuk, hogy ez egy nehéz probléma, hiszen ebben az országban élünk. Köszönjük az előadását, és nagyon sok tanulsággal szolgál.